Én a Rákóczit 80-ban laktam, ami innen körülbelül 500-600 méterre van. Ott születtem, és ott éltem egészen 1962-ig, kivéve azt az időszakot, amikor egyszer csak a kijelölt csillagos háznak, tehát a kijelölt csillagos háznak a 80-at is kijelölték, de valaki ott elintézte, ki tudja, hogy ki, és sose derült ki, hogy az ne legyen az. És ettől el kellett onnan költözni, ide a Népszínház utca 30-ban, ahol az unokanővéremék laktak, és ide még három család jött be, már a mi családunkból három különböző család, és itt laktunk azt hiszem 9-en, vagy 10-en, vagy 11-en, pontosan már nem emlékszem. Tehát ide jöttünk Csillagosházba, a Rákóczi út 80-ból. Majd itt eltöltöttünk egy időt, és innen vittek minket Védettházba. Vagy mentünk, hát oda már nem vittek, oda magunk mentünk. Most ez egy egészen különleges élmény volt, amennyi bennem megmaradt, mert ez a bizonyos egyszer csak készülni, összepakolni, és várni, hogy valahova elvisznek, hát ez egy 8 éves gyereknek ez elég fura érzés volt, és ez azzal volt még megspékelve, hogy egyszer csak lőttek egyet, majd utána iszonyatos lövöldözés volt, ezt hallottuk már itt fölöltözve bent a lakásban. Ez a lövés, ami elhangzott, ez innen a Népszínház utca 31-es számú házból jött, ezt később tudtuk meg, és hát az itt a téren is lévő németek, illetve azok a nyilasok, akik minket kísértek, itt biztosítottak a németek, és nyilasok kísértek. És azok aztán visszalőttek, úgyhogy szétlőtték a 31-et, hogy kilőtt onnan ezt, és természetesen nem derült ki, valaki ott egyszer csak ellenállt, így. Na minket itt összetereltek, és elindítottak, föltett kézzel a keleti felé. Én azt sem tudtam, hogy a keleti felé, ez is később derült ki. És itt mentünk át a köztársaság, akkor még Tisza-Kálmán téren, és itt állt egy tank, egy német tank, ennek az ágyú csöve ugye arra irányult, mindig amerre én mentem. Hát, hogy ezt, én ezt éreztem. És ez nem volt egy olyan fölemelően jó érzés. Nagyon nem volt, szóval csak érdekes volt. Nem esett jól, hogy úgy felém úgy megy valami, ami olyan hosszú csöve van és ágyú, mert ezt tudtam. És hát azért menni föltett kézzel, ez elég hosszú út, és nem lehetett lerakni a kezet, az valahogyan az így kellett vonulni. És ez nagyon megalázó volt, mert suhancok, fekete ruhás, nyilas karszalagos suhancok álltak puskákkal az menet oldalán, és hajtottak minket. Suhancok, tehát 14-15 éves gyerekek. Tehát majd picivel nagyobbak, mint én. Csak én voltam fölrakott kézzel, ők meg puskával. És ezek durvák, szóval durva volt a helyzet, mert de folyton kiabáltak. Nem volt jó érzés. És akkor az anyám a húgommal az ölébe ment, úgyhogy nagyon nem lehetett az se könnyű, egy 2 éves gyerekkel. Szóval nagyon rossz volt. És akkor elérkeztünk a Tatterzálba, ott rengetegen voltunk, ott eltöltöttünk egy napot, fogalmam nincs, hogy mi volt, este hazajöttünk.
ide, haza, hát szóval ide. És aztán majd később innen mentünk ki, erre ki, arra, hát milyen sikerült, apám még elintézte valahogyan ezt a Schutzpasst, akkor úgy hívták, ezt a menlevelet, amit a svájci követség adott ki. Nem a svéd, az volt a, akkor azt mondják a jobbik. Szörnyű. Szörnyű, az ember belegondol, hogy ennek is minőségi különbség volt, hogy pápai védettség, svéd védettség, vagy svájci védettség. A svájci volt a pimfebb. De nekünk mázlink volt, úgy látszik, ezzel a pimpséggel együtt, mert ott megúsztuk. Úgyhogy háromszor álltunk a kapuba, ez már a Védelházban volt, a Szent István Park 14, de nem erről akarok én most beszélni, mert ez egy másik történet, illetve hát egy későbbi része a történetnek. Na csak azt szeretném mondani, hogy ez a kis esemény, ami végül is egy napos kis tortúra volt, ahogy múlik az idő, és ahogy ez a helyzet, amit én itt most megérek ebben az országban, ahol én egészen jól éreztem magam, valahogyan megint egyre élesebb. És valami nagyon rossz ez így nekem. Mikor nekem idős koromra, amikor úgy gondoltam, hogy ez egy olyan emlék, amit ugye elrakok. Mikor ezzel nekem foglalkozni? Hát mindenki mondhatja, hogy hát ne foglalkozz vele. Na de hát nem hagyják, mert mindig történik valami, ami ezt újra és újra fölhozza, és nekem ez nem tetszik. Izabella és Ferdinánd, 1492. Izabella és Ferdinánd, kéz a kézben a kert iránt, valladolidi kert iránt ment Izabella és Ferdinánd. Efrigyből lett Hispánia, nem kell immár szétválnia, részekre tagolódnia, mint Kasztíz, Aragónia. Izabella és Ferdinánd, de katolikus két királyt, ez erős kezű két királyt, csodája új és új világ, landpengés, verses, prózai, Granada gazdagrófjai, Sevilla titkos jósai és Kolumbusz hajósai. Izabella és Ferdinánd nem ismeri a trónviszályt, csak dicsőséget, trónt, uszályt, spanyol népet, spanyol királyt, csak halat, hatalmat, hajót, irályt és inkvizíciót, várőrséget és vérbírót, szabott eszmét, egyszeri szót. Izabella és Ferdinánd megszabja, kinek mennyi járt, megszabja majd, ki mennyit árt, Izabella és Ferdinánd. Ki kőcsipkét ver hidegen, meggazdagszik a tizeden, turbánt, kaftánt hord szívesen, tekercset olvas, idegen. Izabella és Ferdinánd, a menet Allahot kiált, a menet Adonájt kiált, a két menet égre kiált. És mennek Gibraltár felé, Kis-Ázsia, Bizánc felé, Velencei Kalmár felé, Spinóza és Rembrandt felé. Izabella, Ferdinánd, ismeritek a tűfokát? Ez átjut, és az nem jut át. Egy gémes kút az útjába állt.
ki szentélyt szeretni tanult, ki Toledóban leborult, Goethe előtt gödörbe hult, annak szerelme az a kút. Mert Ferdinánd és Izabel, az embernek egy haza kell. Ha tejet ad az anyamel, nem kutatjuk, honnan a tej. De merni kell az új hazát, ha az a tej méregre vált. Ó, Izabel és Ferdinánd, csak meg ne bánt. Csak meg ne bánt. Saját történetem első mozzanata az november 14-e volt, amikor egy nyilas razzián elvitték az édesanyámat. És apámmal és az anyám családjával maradtam. A anyám húgáékhoz mentünk mi lakni a Csillagos házba. Ott volt az unokahúgom, 6 éves, én 8 éves voltam. És amikor megtudták a felnőttek, hogy most már muszáj bemenni a gettóba, ez december eleje lehetett, akkor odaadtak egy néninek, elvittek Óbudára, a Szöllő utca 60 szám alatt volt a Jó Pásztor zárda. És ott voltunk egy pár hétig, Mikulás, Karácsony, majd a pincébe már, amikor a front odaért. Volt egy éjszaka, akkor fölkeltettek, intettek, hogy egy szót se. Fölöltöztettek, kivéve a cipőt, és mindig belöktek egy szobába, és így csináltak. Aztán utólag kiderült, hogy nyilas razzia volt a zárdába, és minket mindig abba a szobába lőktek be, ahonnét épp kimentek a nyilasok. Na most arra nem volt garancia, hogy azok egyszer nem néznek vissza. Nem féltem, ez egy jó bújócska volt. De egyébként reggeltől estig zokogtam, hogy meghalnak a apukám, anyukám. Aztán lebombázták a zárdát, emlékszem, hogy iszonyúan ez a légitámadás alatt lángok, nagyon fájt nekem. Volt egy plüssmacskám, azt ott kellett hagyni, az bennégett a zárdába. És akkor nem emlékszem napokra, hogy történt, hol töltöttük az éjszakákat, valahol mindig töltöttük. Más apácáknál, az irgalmasoknál is voltunk. Azoknak az a nagy fehér kalapjuk volt. És ilyen menekülő tömegekkel hullámzottunk a Bécsi úton föl és alá. Időnként egy-egy családnál ettünk üres főzeléket kenyérrel, isteni kelkáposzta főzelékre emlékszem, akkor már nagy éhségek voltak, és nem volt szabad nekem még egyszer kérni. Szóltak az apácák, hogy nehogy kérjünk repetát. A legutolsó hely, ahol aztán a felszabadulás is ért, ez Üröm volt, egy sváb családhoz adtak be az apácák, hogy vigyázzanak ránk, amíg a család valahogy értünk, nem jön. Ez a ház is lehetett volna. Gyönyörű, szálas, idős házas pár volt, és gyönyörű, szálas, velük egy magasságú gyerekeik voltak. Kisgyerekek nem voltak, felnőttek voltak. Na most ezeknek olyan természetes volt, hogy hát, ha két árva gyerek bekerült, piszkosak, éhesek, mit kell csinálni? Meg kell őket fürdetni, le kell szedni a rossz ruhát. Hát tetvesek is voltunk mi addigra ebbe az oda és fel bolyongásba. Hát le kell hozni a padlásról a régi gyerekruhákat, már be kell tenni a varógépbe, átszabni, odaadni a gyerekeknek. De hát először meg kellett etetni.